amelynek az volt a címe, hogy a polgári Magyarországért. És 96-tól kezdődően egészen a mai napig, vagy a programunk lezárását jelentő utolsó gyűléseinkig több ezer választópolgár mondta el a véleményt erről a vitairatról, érdekképviseleti szervezetekkel, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel, polgárok ezreivel vitattuk ezt meg, beépítettük az ő elgondolásaikat, és így létrejött a Szabadság és Jólét címet viselő program, amit mi, még egyszer mondom, a polgári jövő programjának nevezünk. És ez a program itt van az asztalon. Az első fordulóban az volt a dolgunk, miniszterelnök úr, kérem, hogy azt mondjuk a polgároknak, hogy itt ez a program. Ez egy jó program, és szerintünk ez a program alkalmas arra, hogy orvosolja azokat a bajokat, amelyeket 94 és 98 között kellett elszenvednünk, és ez a program alkalmas arra, hogy megragadjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket 1994 és 98 között nem sikerült megragadnunk. Úgy érzem, ha ez volt a cél, és ez volt a cél, akkor ezt mi sikerrel teljesítettük. A választások a mi olvasatunkban május 10-én arról szóltak, hogy a polgárok azt mondták, szerintem a miniszterelnök úr is hallhatta, hogy van más alternatíva. A Fidesz 1994-es szavazóinak számát megháromszorozta, és ez nem köszönhető másnak, mint a Szabadság és Jólét címet viselő a polgárokkal közösen megírt programunknak. Ezért, tisztelt műsorvezető úr, azt kell mondjam, hogy a Fidesz a maga részéről az első fordulót a saját értékelésünk szerint legalábbis eredményesen vette. Ennyi lett volna mondandóm a terveim szerint, de a miniszterelnök úr néhány érdekes ötlettel is meglepett az előbb itt. Mit, hogyan kell számolni, ha megengedi, akkor egy mondat elég erre reagálni. Nem akarok beszélni a szocialista párt választási eredményéről, nem is tettem volna, hogyha a miniszterelnök úr nem kényszerít erre. 400 ezerrel kevesebben szavaztak a szocialista pártra, mint 1994-ben. Az első fordulója a magyar választási rendszernek mindig arról szól, ezért két fordulós, hogy a polgárok akarják-e azt a kormányt, mely az elmúlt 4 évben az ország élén állt. Ha így nézzük az eredményt, akkor 60% azt mondta, hogy köszöni, nem kér többet belőle, elég volt, másik kormányt szeretne, 40% pedig azt mondta, hogy igen, és támogatta a két pártot, a két koalíciós pártot. 1998. május 24-én azt a kérdést fogják megválaszolni a polgárok, miután a mostani kormányt leváltották, milyen kormányt szeretnének helyette. Ezt tartjuk mi a második forduló kérdésre. Legjobb tudomásom szerint a matematika az pártsemleges, ugye? Szóval... Úgyhogy azt hiszem, matematikai rejtelmekbe most nem menjünk. Én a választások valós eredményeiből indulok ki, hogy mennyit kapott az MSZP május 10-én. És egyáltalán nem azt érzékelem az országot járva, amit Orbán Viktor mond. A másik, amit szeretnék mondani, ez az alternatíva. Sokszor elhangzott. Jó magam, kollégáim azt mondták mindig, hogy annak a kormányzati politikának, amelyet mi megvalósítottunk, nincs alternatívája. Beleértve ebbe a stabilizációt, beleértve a béke megkötését a szomszédokkal, vagy a béke megkötés. Így van. Beleértve békés viszonyok megteremtését, beleértve ebbe az Európa Uniós és a NATO csatlakozást is. És én nem akarok most az örökségről szólni, már a 1994 után hátrahagyott örökségről, erről elég sokat beszéltünk a parlamentben. És még valamit hagyj jegyezzek meg. A külföld mindig megmondja, ha valamit rosszul csinálunk. És azért jelentek meg nagyon kemény, elmarasztaló vélemények is a külföldi szakemberek, politikusok részéről, viszont most elismerik azt a teljesítményt, amit ez az ország felmutat, és feltehetően ennek valami köze van a kormány teljesítményéhez is. És végül még valami, ami a Fidesz programját illeti, én nagyon szívesen a későbbiekben elmondom a magunk és a külföldi szakemberek véleményét. Hát én szeretném megköszönni a miniszterelnök urat, hogy erre vállalkozik. Örömmel állok elébe. Különösen érdekel, hogy hogyan tolmácsolja majd a külföldi szakemberek véleményét. Ugyanis ezt egy fontos kérdésnek tartom. A külföld véleménye Magyarország számára fontos. De van valami, ami még fontosabb. Az a magyar állampolgárok véleménye. Ezt is tolmácsolja.